Jó napot kívánok, tisztelt kedves vendégeim! Szeretettel köszöntök mindenkit a 18. Herceg Ferenc emlékműkon versenyzet. A Petőfi Sándor Kultúregyesület nevében köszöntök mindenkit. Köszönteném Hajnal Gyergyő urat, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét. Köszönteném a temesvári vendégeket, köszönteném Szekedés Jánosot, Gál Veronikát, a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa, a Kárpát-medencei Szorvány Magyarság segítségére irányuló program és kapcsolattartás az anyaországgal. Szerdes napon az önök szvernásság a Szteói meg Kultúrom egy ismét úrfot Petőfi Sándor. Hozzat a császt miért a pozdravim hajnal jelne a nye tejcedik nacionálnak szállít a magyarra. Pozdravim naše gosti iz Temišvara, Sekenješ Januša koji je istoričar i pisac i on će imati jedno kratko predavanje o Hercegu Ferencu, o njegovom životu i provedenom u Temišvaru. Posebna čast mi je da pozdravim isto tako i naše drage goste iz muzičke škole koji će otvoriti ovu manifestaciju i naravno naše drage predavače, Dragan Rakić i Fodor Tamiša koji će mi predat o Herceg Ferencevim delima i isto tako i o životu Herceg Ferenca, provedenim u Vršcu, kasnije je Budimpešti u Temišvaru. Zamolila bih predsjednika Nacionalnog savjeta Mađara, gospodina Hajnal Jenea, da pozdravi ovaj naš skup i da u par reči, zapravo da kažem. Nevében, és hála Istennek nem először vagyok itt, több alkalommal jártam ezen a tanácskozáson, konferencián, és a Herceg Ferenc napot mindig örömmel összehoz bennünket. Külön örülök annak, hogy a megjelentek között a versecieket, a temesváriakat, régi ismerősöket, erdélyeket, és természetesen a plébános urat és mindazokat, akik itt vannak, és hát a mai tanácskozás előadói külön köszönteni szeretnék. A mai alkalom azért is rendkívüli, úgy gondolom, mert hosszú évek óta az utóbbi időben mindig a Petőfi Sándor kultúrkörnek külső támogató és segítői akadtak, akik valamilyen módon ennek a konferenciának a megszervezésével kapcsolódtak. Sok esetben én is közvetítőként itt voltam, és az, ami a mai találkozónak a rendkívüliségét adja, hogy régebben is, most is önerőre támaszkodva, hatra állva egy új fiatal csoport úgy döntött, hogy megszervezik, és azokat az értékeket próbálják Herceg Ferencnek, azokat az értékeit fölmutatni, amelyek ma nagyon időszerűek és a tudományos kutatás szempontjából nagyon fontosak. Emlékezett, hogyan, miként őrzik nagyjaikat. Emlékezetnek nagyon fontos feladata van, hiszen az elmúlt időszakban általában mindig a tényekre, a történelemre, mindig adatokra próbáltunk támaszkodni, és azt hiszem, hogy megfeledkeztünk egy nagyon fontos dologról, a tudomány is most próbál visszanyúlni mindezekhez, hogy az önéletírás, az emlékezet, az élő szóban tovább hagyományozott élő múlt hogyan, miként jelenik meg, és arra hogyan tudunk támaszkodni. Úgyhogy külön üdvözlöm és köszöntöm ebből a szempontból is a mai tanácskozás előadóit, és hát azt hiszem, hogy a temesvári vendégek valahol így összehozzák a válságot, egymásra találunk, határokat elfelejtve, most, amikor ugye általában elég nehéz időszakát érjük éppen a határoknak és a vándorlások időszakának. Én ehhez kívánok önöknek sok sikert, sok munkát, Isto vremeno želeo bih da pozdravim sve prisutne. Drago mi je da u ime Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine mogu da vas pozdravim. Želim vam veoma uspešan rad.
film aktualnu temu ste izabrali i ja mislim da sećanja na jedan od najistaknutijih pisaca mađarske književnosti, mađarske literature i evropske literature, mislim da je veoma bitno kako vi vidite, kako vi tumačite onih sećanja koji istovremeno imaju i za nas, za danas, a i za sutra, takve poruke koje može da živi i dalje ovaj značajan skup posvećen. Nagyon szépen köszönöm, Kálmik úr. Köszöntenénk a zeneiskola tanulóit, Mészáros Brigitát, Zavisin Alexandert és Dragan Gyokicsot, aki a zeneiskolában professzor, és későbbi fogja ezeket a nagyon ügyes szólénekeseket. Fogadjuk őket szeretettel, és engedjük meg, hogy nyissák meg ezt a szép tanácskozást. Thank you.
Takođe izdato u Zagrebu 1917. godine.
zaista, prosto, vi ako ste danas u Vršcu i ako želite da se bavite književnošću Ferenca Hercega, a ne znate mađarski, vi se suočavate s jednim velikim problemom. Prosto, nemate šta puno ni da pročitate. Znači, evo, to su svega ova tri tanka romana koje su ovde pred vama. Još jedan veliki problem jeste što ove romane ne možete izneti iz biblioteke i ne možete ih čitati u miru i tišini vaše dnevne sobe ili radne sobe, nego morate sedeti u biblioteci i kod nas u biblioteci njih čitati i koristiti. I zato ja prosto sa ovog mesta apelujem i upućujem te apel i udruženju Petefi Šandor i Mađarskoj nacionalnoj zajednici i našoj opštini Vršac, da u nekom narednom periodu svi zajedno smognemo snage, pa da možda prevedemo još neko delo Ferenca Hercega na srpski jezik, ili možda ova stara dela da obnovimo u nekom boljem prevodu, savremenijem prevodu i da ih učinimo dostupnim. Veliki je problem i vrlo su nam dragoceni ljudi kao što su Klara i kao što su Tamaš, znači ljudi koji odlično govore i mađarski i srpski jezik i koji treba da budu mostovi između naše dve kulture, znači srpske kulture i mađarske kulture. Danas je položaj prevodioca u srpskom društvu zaista vrlo ovako, da kažem, težak i iskrajnut. Prosto se ne posvećuje velika pažnja tako jednom odgovornom zadatku, a to je biti prevodilac, znači približiti kulturu jednog naroda, kulturi drugom narodu i graditi te mostove prijateljstva između dva naroda. Znači, prosto moramo svi da budemo aktivniji po tom pitanju. Pored ova tri romana koja se nalaze na policama gradske biblioteke, u drugim bibliotekama, kao što je Matica Srpska ili Narodna biblioteka u Beogradu, vi možete pronaći još svega dva romana koja su prevedena na srpski, a koja su do danas sačuvana. To je roman Mladi Đurkovići, izdat u Novom Sadu 1901. godine, i Šest pričica, to je zbirka od šest pripovedaka, izdata u Mostaru 1903. godine. Dakle, evo, prvo sam krenula sa tim jednim realnim problemom s kojim se susreće, kažem, svako ko želi da se proučava stvaralaštvo Ferenca Hercega, a ne zna mađarski jezik. Prosto su mu dostupna svega pet romana prevedena na srpski i te romane ne može da iznese iz tih biblioteka, nego mora da ih koristi u samim bibliotekama, jer recimo, vidite, ovaj roman, Lopočar cvijet, on je jedan jedini primjer, ja mislim, u čitavoj Srbiji koji je sačuvan i koji se nalazi kod nas na policama, a evo ja sam danas njega donela ovde prosto da ga pogledate. Ono što je dobro, možete primetiti da su knjige vrlo pohabane, što znači da su čitane. Znači, bile su popularne, čitane, tako da je kroz dosta ruku prošao ovaj roman. Takođe i ova dva. Vrlo mi se interesantnim učinilo kada sam u rukama držala ovaj roman Đurkovićeve ćerke, gde se na prvoj ovoj stranici, gde je ispisan sledeći tekst, kaže: prikazano gospodinu Franji Hercegu, mađarskom književniku u Budimpešti iz zahvalnosti i poštovanja. Znači, ovo su, preveo je, ovde kaže sa srpskog, preveo N tačka ili I, ne vidi se dobro. Znači, prosto, evo vidite, prevodilac je toliko sebe smatrao nebitnim da je samo jedno slovo stavio. Nije čak ni svoje puno ime i prezime nama dao, nego je samo jedno slovo tačka. I hoću da naglasim da 1895. godine, znači, ovaj Srbin koji ga je prevodio, zaista je ukazao ovako, divio se prosto gospodinu i književniku Franji Hercegu i verovatno mu je ovaj prevod, kada ga je i preveo, pokazao u Budimpešti, što je ovde zabeleženo. Đurkovićeve ćerke, a to ćete kasnije saznati iz izlaganja mog kolege Tamoš Fodora, znači inspiraciju za ovaj roman Ferenc Herceg je našao, verovali bi ili ne, u našem komšiluku u Horlišu. Tamo je postala jedna porodica koja je imala tri ćerke. Normalno, književnik ima tu slobodu da u svom umetničkom opusu to malo izmeni, tako da u njegovom romanu porodica Đurković ima sedam ćerki i ima još nekoliko sinova.
Ovaj roman, kada ga čitate, zaista odiše jednom prosto toplinom, jednom nežnošću, jednim sentimentom koji vas onako odmah sa prvih stranica vrati u to prošlo doba. Samo bih vas podsjetila da je Ferenc rođen u Vrštu 1863. a umro je u Budimpešti 1954. Dakle, živeo je punih 91 godinu i bio je vrlo ovako cenjen i ugledan za svog života, poštovan. Mene je tu negdje podsjetio na još jednog našeg dragog sugrađanina, na Paju Jovanovića. Znači, prosto to su dva velika umetnika koja su imala tu sreću da za vreme svog života budu cenjeni i poštovani i da vrlo lepo žive od svoje umetnosti. Što je mnogim slikarima i književnicima bilo ovako nedostižan san, pa i danas je jako teško živjeti kao slobodan umetnik. Dakle, ova knjiga, ja vam zaista preporučujem da pročitate Đukovićeve ćerke, jer ćete uživati u jednom blagom humoru, u jednom duhu prošlih vremena. Roman je napisan koji nam priča u priči, gde glavni junak u vozu sreće svog prijatelja iz gimnazijskih dana, Franju Korkaja, koji mu priča o tih sedam Đurkovićevih ćerki i kako njih majka njihova svake godine, kad jedna stasa zaudaju, udaje. I tako sedam puta. Majka se nije umorila od udaje svojih ćerki i ona na kraju prosto u pismu kojem piše svojoj starijoj sestri govori upravo o tome kako je uspela da udaje poslednju ćerku. I evo, ja ću vam to, mi se onako učinilo vrlo simpatičnim, pa hoću da vam pročitam to. Kaže ovako: milostiva gospođa Đurkovićka učini pripreme za svadbu, poslednje svoje ćerke, te se tomaševačkim ćurkama i prascima opet napuniše srca mračnih slutnja. Kad je svojoj starijoj sestri u dologu javila za porodični događaj, što se za 7 godina sa tako velikom doslednošću ponavljao, ovim je rečima završila svoje pismo: pa sada, kako se već i Klarika udaje, ja ću sa sinovima sasvim osamljena da ostanem i teško ću se naviknuti na tišinu. Zato bih volela kad bi svoju Margiticu posle svadbe dala k meni na duže vreme u Tomaševac. Elefantovićevi sinovi sada vrlo često dolaze k nama, pa i Švaba je obećao da će nas pohoditi, pa onda i Benijamin Mandić je naš česti gost. Čovek nigda ne zna šta se može zbiti. U Švabu se ne uzda mnogo, ali Mandić je karakteran mladić kojem čovek slobodno može poveriti svoje dete. Otac je prepisao na nju Tutjošku ustanu. Ako dakle meni daš svoju Margiticu, lako se može dogoditi da se stvar udesi između nje i Benjamina. Tako što samo od sebe sazreva, samo neka se omladini dade zgoda za to. Ne može se da bome ništa silom učiniti, ali ja ni na što ne mrzim tako koliko na lov na muževe koji u današnji dan matere sa svojim ćerkama širom po svetu udešavaju. I tu se završava ovaj roman. Kao što vidite, u samom ovom pasusu ima malo i te ironije. Znači, čitav roman upravo govori o tome kako je gospođa Đurkovićka upravo radila sve na tome da dobro uda svojih sedam ćerki. Mada su se te ćerke u stvari udavale iz ljubavi za svoje mladiće, ali ti mladići ipak je bilo poželjno da imaju i neki onako značajniji imetak. U ovom romanu nema neke osude, da kažem, tog nekog možda lova na miraz. Prosto je čitav roman zaista onako napisan s jednom dozom topline i iskrene materinske ljubavi, prosto brige za budućnost i za buduću sreću svih sedam ćerki. Meni je onako bilo interesantno, mi bismo očekivali u tom patrijarhalnom svetu da postoji da je otac Đurković glavni i da on u stvari određuje za koga će se udati njegove ćerke, međutim, on se apsolutno nigde u romanu ne pojavljuje. Znači, gospodina Đurkovića, pater familija, sad nigde nemamo u ovom romanu. Takođe se i sinovi, Đurkovićevi sinovi, samo pojavljuju u jednom kratkom, u par nekih epizoda, ali kao jedan zajednički lik. Znači, oni nisu individualizovani, dok je
je ovih sedam ćerki, svako je poklonjeno po jedno poglavlje i svako poglavlje nosi i njihova imena, tako da se prva i najstarija ćerka zove Šarika, zatim sledi Ela, Katinka, Terka, Liza, Nica, Klarika. To je tih sedam čuvenih Đukovićevih ćerki. Vrlo je interesantno i to što nam je u tom svetu mladosti prikazana u stvari jedna lepota, jedno bogatstvo Vojvodine, jedna naša prosto širokogrudost, bogatstvo nacionalnosti, bogatstvo jezika. Vidite da su Đurkovićevi srpska porodica, većina mladoženja njihovi ćerki su Mađari. Jedan Švaba je tu takođe jedno vreme figurirao kao pogodan mladoženja, ali jednostavno jedan drugi mu je preuzeo nevestu. Iako su im najbliže komšije bile Srbi, Elefantovići koje ste čuli u ovom pasusu, znači nijedna ćerka se nije udala za Srbina. To hoću upravo da kažem koliko je, koliko ja u delu Ganica Hercega vidim jednu širinu i upravo je nešto što je i danas prosto vrlo važno i istaći, upravo onaj pravi vojvođanski mentalitet. Njegovi junaci znaju po nekoliko stranih jezika, tu su možda sigurno bolje od mene, ajde ja znam neke druge jezike, ne znam jezike svojih komšija Mađara. I prosto je to ono, da kažem, vrlo, vrlo pozitivno i važno što treba uvek istaći. Sljedeći roman u kojem bih vam rekla par rečenica jeste Lopočev cvijet. Izlazio je kao prilog u Ženskom listu, izlazio je u Nastavcima. Taj roman ima elemente i ljubavnog romana, ali istovremeno ima elemente i jednog bildungs romana, odnosno romana obrazovanja, gde glavni junaci prosto kroz sam roman sazrevaju i postaju prosto, ispravljaju neke svoje greške, da kažem, vraćaju se na neki ispravan put. Veoma je važno za stvaralaštvo Hercegovo istaći koji je to bio njegov ideal, njegov književni ideal, a možemo slobodno reći i životni ideal. Glavni junaci u delu Ferenca Hercega pripadaju tom visokom srednjem sloju mađarskog društva, tako da su glavni nosioci radnje, u stvari je prijatan i duhovit čovek koji živi u gradskom komforu, elegantno se oblači, ima prefinjen ukus za lepe stvari, to je on pravi džentlmen u mađarskom miljeu, ali se osjeća da mu je korenje građansko i da potiče iz srednjeg staleža. Idealni aristokratski džentlmen u mnogome se od njega razlikuje jer nosi teret kulta porodičnog stabla, neograničenih je materijalnih mogućnosti, nešto je zatvorenije i ekskluzivnije. Hercegov idealni muškarac, član je gospodskog srednjeg staleža, onog što živi u glavnom gradu, znači u Budimpešti, te je potekao od vlastelina koji se uživa u gradsku atmosferu ili od višeg činovnika nobiliteta. U teoriji književnosti tu uvodimo jedan termin gentry, znači gentry u stvari upravo opisuje takvog jednog građanina koji boravi samo kratko na posedu u unutrašnjosti, kad dolazi u lov ili na letovanje ili zbog nekih administrativnih poslova da sredi oko svog imanja. Mi tog gentrya nećemo vidjeti da puši lulu na svom imanju ili neki jeftin duvan, on uvlači dim skupocenih egipatskih cigareta i najčešće boravi u kancelarijama ministarstva ili u sudskim sobama ili advokatskim kancelarijama. Uveče sedi u besprekornoj toaleti u prvim redovima pozorišta ili u nekim otvorenim klubovima, čita Mopasana, Anatola Fransa, ne sluša samo cigansku muziku, već i Wagnera. Tako da Hercegovi junaci ne potiču uvek iz starih plemićkih porodica, već su to često deca uglednih građanskih porodica koja su se uklopila u milje u kojem su se našla. Taj termin gentry je bio aktualan u Budimpešti u vreme samog Ferenca Hercega i označavao je taj viši sloj srednjih staleža koji je imao veliki imetak i društveni status. Dela Ferenca Hercega su se znači bavila aktuelnim društveno-političkim kontekstom i bila su veoma popularna u svoje vreme. Danas nas deli stotinak godina razmaka i mi danas prosto u
delima vidimo taj nanos starih prošlih vremena, ali i dan danas imamo to nešto aktuelno što možemo da iščitamo u njegovom delu i što može da bude interesantno našem današnjem horizontu čitalačke publike. Lopočev cvijet, ili kako bismo mi možda srpskim jezikom rekli, lotosov cvijet, e tu već vidimo jednu kritiku upravo ovog jednog blaziranog i mondenskog kruga u kome su se kretali mladi, bogati slojevi srednjeg staleža u Austro-Ugarskoj carevini. Imamo jednu devojku koja je isto, tako da kažem, na putu da, da postane izdržavana žena zbog svoje neverovatne lepote. Taj nakljenja se zove Jessie, ona prodaje cveće i u noćnim satima šeta po zadimljenim lokalima. Pošto je neobične lepote, ona je upravo taj lotos koji je tako iznikao iz ulja, tako sam bleštao i svetao i neokaljen, ali radi sve da ta njena neokaljenost i nevinost se zaprljaju, zamuljaju. I imamo pored nje i jednog mladog Ivana Jurišića koji upravo odgovara ovom tipu džentrija. Splet nekih okolnosti koji u početku izgledaju tragični po samog Jurišića, da on poželi da izvrši samoubistvo, on završava u zatvoru, međutim, uspeva da u radu pronađe smisla svog života. Jer većina džentrija su neuspešni studenti prava, koji su večni studenti, koji žive od toga da ih očevi izdržavaju i oni žive, znači, po valovima, po kafanama, kartaju se često na karti, potroše velike sume novca, ali uvek imaju nekako zaleđenje svojih bogatih dedova i očeva. Kada je mladi Jurišić ostao bez te potpore, u zatvoru, nakon što je pokušao da izvrši samoubistvo, u njegovu sobu je ušao sveštenik koji sa njim prosto porazgovarao vrlo iskreno i posavetovao mu da proba da promeni kod sebe neke stvari. Za početak bi mogao da izuči kovački zanat, jer tu u tom zatvoru se izučavao taj zanat. Pa da vidi posle, pošto je bio osuđen na godinu dana zatvora, jer je krivotvorio menicu u falsifikuo je potpis svog oca, pa bi posle on video da li bi pronašao smisao svog života i zaista uspeo je. Možda nam, prosto čitajući dela Ferenca Herzega, on deli na nas kao je neki lekoviti pisac. Mi vidimo da je da on u stvari propagira jedan pozitivan odnos prema životu, znači jedan da veruje u rad, da veruje u poštenje, iako ne beži od toga da čoveku potrebno i malo zabave i malo što i ljubavi, naravno, i muzike i šale, ali da je ipak bitno da čovjek ima svoju profesiju i da tu profesiju obavlja najbolje što može. I treći roman koji možete pronaći na našim policama jeste ovaj Carstvo sanja, kako su ga Hrvati preveli 1917. a mi bismo ga danas preveli kao Carstvo snova. U podnaslovu stoji da je to roman jedne neshvaćene ženske duše. Glavna junakinja Edita je upravo ženski džentri, znači to je jedna bogata gospođa koja traga za smislom života. Prosto sudbina joj je dala sve ono što svaka žena može da poželi, dobro zdravlje, izuzetnu lepotu, visoko obrazovanje, novac, ali njoj to ništa ne znači, ona prosto traga za muškarcem koji bi popunio neku njenu unutrašnju prazninu, iako ima sreće da se dopada muškarcima i da prosto može da bira sa kojim će biti, ona jako voli da bude u društvu poznatih, moćnih, uspješnih, ostvarenih muškaraca i upoznaje jednog takvog, a to je jedan prebogati Amerikanac, vlasnik, mi bismo danas rekli, multinacionalne kompanije koja se bavi proizvodnjom velikih brodova. Ona sa njim krstari po Sredozemnom moru. Taj čovjek je apsolutno oduševljen, lud za njom, moli je da ostane, da živi sa njim, međutim, ona se ne zaljubljuje u njega. Prosto su bili zajedno neko vreme i videla je da tu neku prazninu koja u sebi nosi, da on to ne može da popuni. Tako da ovaj roman, onako da kažem, i nema, malo je baš, vrlo je kritički usmeren, znači
prema tom takvom stilu života ovaj, koji se upravo zasniva na tome da budete izdržavano lice i da zavisite od nekog drugog, a ne da budete samorealizovana osoba koja čvrsto drži sudbinu u svojim rukama. Ja se nadam da ćemo sljedeće godine, kada se ovdje ponovo budemo sreli, možda ovdje, umjesto ovih, da kažem, starih knjiga, imati neko novo izdanje koje će se roditi i koje ćemo možda zajedničkim snagama, a mi ovdje u Vršcu, potpomognuti možda razumevanjem iz pokrajinskog sekretarijata za kulturu i same naše opštine, realizovati neki projekat. A nama ostaje evo da svi zajedno se trudimo da to i realizujemo. Toliko je od mene. Hvala. Zahvaljujemo se Dragani Rakić na ovom izuzetnom predavanju i nastupili smo opet naši učenici muzičke škole. Tako da, valjam se neka su mi Dragana Rakić na testo, valjam se bez samo Šiliš Eliodaš, kvetke se nekujro, ova zena iškola, Tanulu i Škutan, Provalju Sretete, Tomaš, Fodor Tomaš, ali Odaš, na kusim.
mert ezek Ferenc emléknapok azért különlegesek, mert először folynak két nyelven, szerbül és magyarul. Ezt nagyon fontosnak találjuk, mert hogy a szerb közönséget is, hát nekik is át kell adjuk a Herceg Ferenc. Miért is fontos számunkra a Herceg Ferenc? Úgyhogy azért választjuk úgy, hogy ez az idei alkalom ilyen legyen, két nyelven folyjon. Úgyhogy szeretettel fogadjuk most Fodor Tamás előadását. Ő nagyon sok minden érdekeset fog mondani Herceg Ferenc életéről, és mit tett Herceg Ferenc verset írt. Szeretettel pozdravljam a Fodor Tamasa, kulturologa, saradnika Gradske biblioteke ovdje u Vršcu. On će nam održati jedno predavanje o Herceg Ferencu i o njegovom životu u Vršcu. I zbog čega je Herceg Ferenc važan za Vršac? I šta je sve on uradio za Vršac? Nadam se da mi niko neće zamiriti što ću se nadovezati na srpskom jeziku. Planiram eto da napravim uvod za gospodina koji će posle pričati na mađarskom jeziku. Ja ću početi svoje predavanje na srpskom jeziku, nastavit ću na mađarskom. Kao što je Klara rekla, želimo da približimo Ferenca Hercega našoj široj publici, konkretno srpskoj čitalačkoj publici. Zbog čega? Kada sam zvao svoje prijatelje i saradnike da dođu na nove dane Ferenca Hercega, oni su rekli odlično, super, ali ima tu jedan veliki problem, mi ne razumemo mađarski jezik. Mi bismo došli, tu sve teče na mađarskom jeziku i mi jednostavno tu nemamo šta da čujemo, ne razumemo ništa. Tako da smo mi u jednom dogovoru ovako dogovorili smo se da Dragana Rakić započe na srpskom jeziku i odličan je posao uradila, stvarno je napravila jednu recenziju njegovih romana odlično. Ja ću zbog toga nastaviti na srpskom jeziku i završit ću svoje predavanje na mađarskom jeziku, odnosno držit ću predavanje i na srpskom i na mađarskom jeziku. Dakle, ovo je samo jedan uvod, pošto kao što je Dragana rekla, planiramo da prevedemo prvo njegove memoare. Dragana je odličan lektor i ona će uobličiti, eto, taj moj prevod, nadamo se da će imati podršku, da prevedemo njegove memoare, pošto ja se onako malo amaterski bavim istorijom grada Vršca, bogatom istorijom Vršca, i u njegovim memoarima postoji toliko toga interesantnog i da mi je jednostavno bilo žao da to ne čuju i Srbi i Mađari Vršci. Tako da nadam se da će ovo izdanje zaživjeti na mađarskom jeziku prvo, a posle i u svom srpskom prevodu. Dakle, Gradska biblioteka posjeduje sva njegova dela, nažalost, samo na mađarskom jeziku. Tri publikacije ima na srpskom jeziku. Dakle, posebno su interesantni njegovi memoari u kojima je detaljno opisao Vršac sa svim svojim znamenitostima. Vršačkim bregom, Vršačkom kulom, močvarama koje su preživjeli Vršaci i koje su isušeni dok je njegov otac bio gradonačelnik. Potom se posebno potrudio da opiše društvene prilike u gradu, nacije koje su u njemu živjela i uticaj svjetskih tekovina koje su imali uticaj na ljudi u njemu. Iz slika njegovog odrastanja dobijamo jasnu sliku Vršca iz tog vremena, grada u kojem su vladali specifični odnosi o kojima daje živopisne opise. Opisani su svi narodi, njihovi međusobni odnosi, pri čemu se trudio da zadrži jednu interesantnu, što više vrlo šaljivu notu. Možemo da zaključimo da njegove memoari posjeduju istorijsku, sociološku i kulturološku vrednost za sve koji se zanimaju iz istorije ovog podneblja, a pogotovo Vršca. Na njegova potomnja dela, a možda i na sva njegova dela, veliki uticaj imao građanski život u Vršcu i autentični likovi koji su u njemu živjeli, pošto ih je prije izgradnje likova za svoje romane često koristio. Kao što je Dragana rekla, kao glavni junak za svoj roman Đurkovićeve ćerke uzeo je porodicu Feher iz Pališa. Prema kusarima i njihovim starešinama koji su bili smešteni u Vršačkoj kasarni, na primjer prema poručniku Henriku Štajndeskom, kreirao je lik Loranta, poručnika iz romana Kći Dolovačkog veleposjednika. Čitati njegova dela predstavlja pravi užitak što zbog stila, što zbog istorijskih podataka koje pruža u svom rodnom gradu. Pošto prethodnih godina dosta toga rečeno o životnom putu Ferenca Hercega, njegove političkoj angažovanosti, likovima žena u njegovim romanima i ostalim motivima u njegovim delima, rešio sam za ovu priliku pripremim nekoliko odlomaka iz njegovih memoara koji se odnose na Vršac. Takođe, ovo dvojezično predavanje predstavlja uvod, kao što sam rekao, za jedan most prema srpskoj čitalačkoj publici, pošto je u planu aktiv prevod ovih memoara. U dalju analizu ne bih zalazio, pošto u Vršcu ima dosta toga zanimljivog. Naprimjer, spominje se jedna masonska zabava koju su vršački masoni organizovali za svoje supruge, što je jedan
veliki kuriozitet, pošto se to nigde drugde nije odigralo. Tu je i dvoboj zbog kojeg je Herceg neko vreme proveo u zatvoru, a na primjer tu je razlog zbog kojeg je on svoje prezime iz Hercu promenio u Herceg. Jonah kod Kivanu Fodor, Tomaš kod Jukovaroš i Kvintar, Kvintar bol je šta mnogo i hod mehnista lišu i lišta kada je Ferenc Herceg, koji je Herceg Ferenc na pjevini. A zidim desim ti tiš, kivije te otičku je zelio da škit njelve po fojni, Mađirolo vedenje i kresi da ti knjentudnog Serbiju, i Serbilo ser fazi gazda i kresi da ti knjentudnog Mađiru. Tomaš kod za Orentezu je kjel, najutni korak kod Jovešac je kiš samo išmerio zetkori poga tašuka, i hranom su ovog jelove on obio dira. I što mi uveri u tudnog mi kjereše. Mi te zagane ratić kijemac te ene ko zuka oz, kod ju mi uveri mađu kresi niče nekle fortitvo, kod ješ niče le fortitvo, i lekve o fortitvo mi uveri ele hetetane po noćke uzmiši ih sama. Varoš i Pinta, Redelk jezik, Herceg Ferenc, Összes Mühleivel, sajnos csak magyar nyelven. Különösen érdekes az emlék iratai, amelyekben részletesen ismertette verset és minden látnivalóját. A versetci hegyeket, a várhegyet, a verses tövezet kocsolatot, melyek ki voltak szállítva még az akkori polgármester volt, majd tett egy külön erőfeszítést, hogy leírja a városban lévő társadalmi viszonyokat. A benne élő nemzeteket és a világban zajló eseményeket, amelyek hatással voltak a benne élő, versetben élő embereket. Herceg a gyermekkori napjai leírásában egy pontos képet kapunk az akkori versetről, amelyen különös viszonyok uralkodtak. A versetben élő népek vonásait, kapcsolataikat rendszerint ügyelt arra, hogy mit elmond, érdekes, mulatságos vagy szórakoztató is legyen. Megállapíthatjuk, hogy emlékiratainak történeti, szociológiai és kulturális értéke is van mindazok számára, akik a terület különösen versetsz helytörténéről érdeklődnek. Az utóbbi műveit, megvehet az összes műveit is, erősen befolyásolja a verset civil élete és a benne élő karakterek, mivel őket gyakran használta a regényében levő szereplők kialakításában. A Gyurkovics leánya főszereplői valóban a paulisi fekély családjai tagjai voltak. A huszárok és a katonatisztek szerint, akiknek versetszem volt kaptanyájuk, írt le néhány hőst, mint például a Dolohoj Nabok leányában szereplő Horváth hadnagy, valóban a versetci Steindeszki Henrik hadnagy volt. És így tovább. A művei olvasása valóban egy élvezet, hogy a stílusa miatt ugye a történelmi tájékoztatás miatt is. Mivel az előző években sok szó volt a Herceg Ferenc életútjáról, a politikai eljegyzéséről, a műveiben levő nőkről és más motivumokról, úgy döntöttem, hogy mára készítsek egy pár versetcéről szóló szakaszt. Továbbá ez a kétnyelvű előadás csak egy bevezetés, úgymond van egy híd a szerb olvasó közönség felé, hiszen a termék az emlékiratai szerb fordítása. Nem erészkedni további elemzésbe, versetszől van egy csomó érdekes anyag, például egy nővérest, amelyet a versetci kőműverség szerveztek, tovább Herceg párbajáról, ami miatt egy időt börtönben töltött, és hogy miért változtatta a nevét Herzogból Hercegre, és így tovább. De szerbül folytatom, és utána majd magyarra fordítom. Svetom Areza počinje slikom koju prvo upamtio, dakle to je njegov ulica, danas Žarka Zrenjanina, koja se nalazila u blizini katoličke crkve. Kaže ovako, u blizini naše kuće nalazi se velika gotska crkva koju je sazidao moj deda Hofman. U njeni se čipkanim tornjevima za vreme večernje molitve bude metalne ptice i ka oblacima koje promiču iza njih pevaju pesmu koja zadire u dušu. Prolećno nebo umirujuće i zvezda. Iza brda sa kulom na vrhu radoznalo se pomalja divovski mesec. Iz praca kasarne čujem zvuk trube koja označava povečeri. Neumitna sudbina, melanholija prolaznosti otupljuje detinje srce. Iz močvara koje okružuju vršac ozvanja poje milion žaba. Setno brujanje milion glasova sjedinjuje se u jednu celinu koja lebde iznad horizonta poput nekog oblaka okupana u nekakvim sumarnim sjajem. To je neki tajanstveni skup u kojem se sitni crni demoni kretitom rugaju jalovoj užudbanosti čovečanstva. U spavajućoj sobi vlada baršuna sa komičinom. U susednoj sobi majčin sad svira laganim crčanjem zlatnog crčka. Po trepavicama na velikom brzinom zatreperi sitna ženica sa safirovskim šeširićem i širokom suknjom. Dakle, se samo javlja svaki večer. Od jednog kuće od temelja do krova potresa strašna tupnjava. Vršačka drmljavina? Ne, nije reč u Braziliji. Poznato je da su okolne planine uzrok kraljevskoj rici nebeskih lavova
koji se nigde na svetu ne oglašavaju kao kod nas. Ja bih to i na mađarskom da pročitam. Hazund poskrzal van a nagy volt templom, mert Hoffman nagyapám épített. Angelusztor fölriadnak a csipkés tornyaiban az ércmadarak, és lelket rázódva a fényekjelnek a vonuló fjárkőkön. Tavaszi jég volt, balzsamos és csillagos. A várhíd mögül kíváncsian kér föl az óriási föl, koltányi. Hallom a kaszárnya felől a takarózó bontatott futamát. Az elkerülhetetlen végzet, a mulandóság melankóliája zsibasztja meg a gyermek szívét. Millió béka szól a várostól ez ünnátosokban. Millióban mélag húgása tömörül, és komora világító lágy felkőként ül a láthatára. Valami misztikus zsinatkanszkó, apró, fekete démonok kurutyulva gonyolják az embervilág hívő működését. Barnapiros véja van a fáraszokában. A szomszédban édesanyja zenélő órája muzsikál aranykőcsök láncsirítelésével. Egy morzsányi kis nő piróli kalappal, abroncsos szoknyában honnan veszi magát minden este? Szélsebesen táncol a szemtől. És egyszerre szörnyű hördülés rázza meg a házat a pincéig. A verseci megnőgés? Nem, nem képzelődés. Bizonyára a hegyfal az oka, hogy sehol a világon nem bőndülnek úgy királyának, felfőoroszlának, mint otthon. Hercegnek van egy szép leírása is a verseci hegyről és a verseci rónál. A bársági nagy róna olyan világos, mint egy szoba, amelyről nyárára leszették a függőket. Ez nem a nápolyi öböl aranyfénye, hanem valami különös józan, minden zúgott átjáró ezüstös ragyogás. A rómaság a verseci hegyláncnál ér véget. A hegyek, amelyeket a bokájuktól a fejük búgjáig szőlőborítanak, színfalként zárják el a láthatárt. Szamárhegy, Kápolnahegy, Várhegy, Örökfej, Erdéshegy, Magfint. A városi csúcsán, mint a török vízözön túlélt antidiluviális emlék, őségi várkastély csonkatornya áll. Az én ifjú életemben a porttól ezüstszürk egy torony, ami mint az erő, az állandóság, a hozzáférhetetlen büszkeség szimbóluma keményen forrodik a kék válsági égboltban. Nagy szeretetét! Ez volt a titokzatos központi erő, amely körül évtizedekig keringett a képzelete. Ritkán jutottam fel a csúcsra, az útodat hosszú és fárasztó, de ha fenn voltam, akkor megragadott és megelázott az idegenszerű kép a torony gigantikus falai, a szédítően tág kilátás. A torony festék ezré, amelyek a várfalak réseit lakják, és dühös visítások cikáznak a cseh háborító fejkörül. Gyermekkoromban elhatároztam, hogy majd ha nagy leszek, akkor újjáépítem a várkastélyt, és ott fogok lakni magasan a város tornyai és kéményei. Velika banatska ravnica je svjetla poput zavese koje su leti ukornjene zavese. To nije zlatni sjaj iz Napoljskog zaliva, već neko posebno stameno srebrkasto svetlucanje koje zadire u svaki ćošak. Ravnica se završava u podnožju vršačkih planina. Ove planine koje od podnožja do vrha pokrivaju vinogradi, zatvaraju vidik poput velikog šajanog zida. To su Magareće brdo, brdo Misa, brdo na kojem je vršačka kula, Turska glava itd. Na vrhu brda nad gradom nalazi se okrenjena kula drevnog zamka poput antidiluvijalnog suvenira koji je preživeo tursku poplavu. Ova vremena posivela kula koja se poput simbola snage, postojanosti i nedostižnog ponosa duboko zarivala u plavo banatsko nebo, imala je važnu ulogu u mojoj mladosti. Ona je bila moj tajni izvor snage iz kojeg je decenijama puljala moja imaginacija. Retko sam se peo do samog vrha, put do njega je dugi naporan. Ali kada bih se do njega popeo, opčinjavao me i šokirao čudnovati prizor, čudovišni zidovi kule, nevjerovatno širok vidik, hiljade lasta koje su obitavale u pukotinama kule koje su se u desnom ciklu obrušavale na svako koje remetio tišinu. U jedinstvu sam odlučio da ću kako rastem, ponovo se graditi zamak, kao i da ću u njemu živjeti visoko iznad gradskih krovova. Također jedna reč o vršačkim vinarima. Verseci svábok a fejlődés útján valahogyan zsákutcába jutottak. Miként a méhek és hangyák nemzete, ők is a munkában találtak meg az élet egyetlen tartalmát. Nem is élnek, csak dolgoznak.
a munka gépjese soha nyitotta, és forgasra görbítette őket, és én sokasem látom köztük kövérgazdát. Széles, nyilegyenes egymás terékszögben keresztező utcában laktak, amelyeket egykor Merci táboron katonai mérnökei szöveteltek ki. Valahányszor, hogy végigmegyek ilyen napsütéses utcán, mindig ugyanazt a zsibbasztó melankóliát érzem, mint amikor a katonai takaródó vontatott trombita hangjait hallom. Mind vincelének voltak, és ősszel törfőszagú volt a város, és reggeltől esti konfliktokkal gurulók voltak. Félmillió alkóval is termett a szöveiben, a gazdák csak a legkiadósabb fajokat ültették. Jó bort termelni nem volt üzlet, még nagyban gyártották a nyersanyagot, és azt elvitték a bécsi, svájci és francia borparcsolók, repülőgép laboratóriumban. Hogy milyen néven került azután a világpiacra a szamárhegyi Linkó, mint vősolaj Bolcek, vagy mint burgundi Chambertin, az sokat sem tudódott ki. A nagy bortermelők maguk nem szerették az italt. És kóstolásra is inkább csak gargarizáltak, vasárnap délután a népapra és nagyok kiözönölt a városkertbe, ott nagy port kavarva ünnepélyesen körbe csoszogtak, míg jelen kérkezett az esti tekintve is ide. A híne és néstényje akkor még mind feketében jár, a legény semmi pénzét nem gyalázta volna meg a lábszállát azzal, hogy szürke nadrágba bújtassa, a leányzó pedig parázgőkében a világért sem tett volna kalapot a fejére. Vrsaški nekcisu na putu svoda zvitka nekako dospeli u slepu ulicu. Poput pčela i mrava, i oni su u radu pronašli jedini smisao života. Ne žive život, već samo rade. Rade su oslabili do iznemoglosti i stigli su se poput rane, i ja među njima nikada nisam vidio da je dobro rade. Stanovali su u širokim, poput strele pravim ulicama koji su se ukrštale kod pravim ulicama. Njih su nekada projektovali vojni inženjeri i vojskovođe Mesija. Uvijek kada bi prolazio ovim suncem okrasenim ulicama, osjetio bih istu onu otutujuću melanholiju, kao kada bih čuo zvuk trube koja označava povećaj. Svi su redom bili vinari, pa je grad u jesen mirisao na kominu, a zvuk utrljanja budati ozvanjao od jutra do mraka. Vinogradi su ih bogato rodili, čita ih pola miliona arkova vina, a gazde su sadile samo najisplativije sorte grožđa. Međutim, nisu se bavili proizvodnjom vina, uz proizvodnjom sirovinu velikim količinama. A potom su ih uspremali u podrumi laboratorije pečke, švajcarskih i francuskih proizvođača vina. Od kakvim se nazivom kasnije na svjetskom tržištu pojavljivalo loše vino sa navereći brda, da li je to bio Drolcek, Dolcek iz Austrije zbog Groslava ili burgundski Chambertin, nikad se nije saznalo. Veliki proizvođači vina nisu bili vinopije. Prilikom degustacije vino bi progrgoljali usnima, a potom bi ga ispljunuli. Nedeljom popodne su i mladi i stari preplavili gradski park i tamo bi dižući veliku prašinu šetali u krug sve do večernjih časova kada je bilo vreme za mužu krava. I muškarci i žene su se tada oblačili u crno, nije bilo tih para za koje bi mladić opeščastio sare svojih čiza na sivim pantalonama, dok devojkama u svom malograđanskom ponosu ne bi ni ludilu pao na pamet na glavu stare šeše. Ja bih još izdvojio žensku nasovsku večer koja je eto presedan na ovim prostorima. Jednom prilikom nam je majka, koja inače pred svojom decu nije znala da skriva tajne, došapnula da će u masonskoj loži biti organizovano žensko, odnosno sestrinsko venčanje. Mislim da su vršački masoni onih hteli da umire svoje supruge koje su zbog masonerije provodile mnoge večeri usamljene kod kući. Što li će biti na toj ženskoj večeri, majka nije znala da nam kaže, ali uveče sa našim ocem pod ruku otišla, prethodno nas natjeravši da obećamo da nećemo da zapalimo kuću, da nećemo da povredimo jedan drugog i da ćemo biti fini premučitelji koji nam je držao privatne časove. Žensko večer se završilo iznenađujuće brzo. Bili smo još uvek budni kada su se roditelji vratili. Majka je otišla pravo do kanapea, sručila se u njega, počela se smeje onako kako nikada ranije nismo čuli da se smeje. Otac je presnomočno stajao pred njom. Kasnije smo saznali šta se dogodilo u loži. Braća su otvorila veče određenim ceremonijama, pri čemu su se vršćani koji su bili poznati po svojoj ozbiljnosti ponašali prenaglašeno i svečano, pa je moju majku obuzela na savladiv napad smeha. Neko vreme se uspešno suzdržavala, a i na kraju više nije mogla da se savlade, pa je počela da se glasno smeje. Nažalost, smeh se pokazala zaraznim i za ostale žene. Smejale su se do suza, pojedine su se umalo nasvijestile od smeha, pa je svečano raspoloženje, odnosno svečana atmosfera, nestala u kanonadi smeha. Glavnom majstru nije preostalo ništa drugo nego da prekine žensko večer. Sva su braća uhvatila supruge pod ruku, te su ih odveli kući.
Ne znam šta se dešavalo u ostalim domovima, ali moj otac nije uputio ni jednu jedinu odbosku svoje supruze. E, ima pridešanja, no kine tu dod pitko toko ne jedne tijeloj, mekšu po nekim koji mili, mili rešti lesopatku. Ostihi sam o vešici teški red jezda nezaparta pjuktotinja zosu nekaz, otih neko sobotki mi veš mukom i očut moganje šešti tijela tijuti. U ilete na ljubi rešti štedljivki tempu tonja, ešti razum u kičih temoga i šaran to zide šopan korijan, zide šopan korijan, mi u taneloj mezgijete te velujem koji ne bjuću, koji ne bjuću felo hazat, ne bjuzuk mega imaš, iš engedelnaški, engedelnaški mi fugum ko hazi to mi kogu. Nővérestén feltűnik hamar étvége, a gyerekeknek ébren voltak, mikor már hazajöttek a szülőtől. Édesanyám egyenesen a kanapéhoz ment, ott leroskat, és elkezdett úgy nevetni, ahogy mi soha még nevetni nem hallottunk. Édesapám pedig tanástalanul elé, állott előtte. Később megtudtuk, mi történt a bátorban. A testvérek bizonyos szertartásokkal vezették be az estét, közben a jól ismert felsőci buglisok olyan ünnepélyes és fontoskodó viselkedtek, hogy édesanyámon ellenállíthatatlan nevetési ingérvet előtt. Jó ideig küszködött, de végül nem bírt magával, kicsattant és hangosan nevetni kellett. Sajnos a jókedve járványszerűen átugrott az összes többi nővére is. A könnyezései, az ájulási nevetés és az ünnepélyes hangulat belefulladt a kacagókba. A pártomester nem tehetett egyebet, mint hogy verekeztette a nővérestét. Minden testvér karon fogta a maga nővérét és hazavitte. Hogy mi történt a többi verseci házban, azt nem tudom, de az én édesapám egyetlen szemekhányó szót sem mondott a feleségnek. Ja bih vam ovo ne bih dalje čitao, ima baš dosta materijala. Nadam se da ćete sljedeće godine imati priliku da eto možda u ruci imate i publikaciju koja će, nadam se, izaći na dva jezika. Ovdje su pokrivene teme, eto, kako je prvi put izdao knjigu za izdavača Steiner i Wolfe, koja je kasnije izdala sva njegova dela. Tu su i podaci, dakle, njegovom istinstvu, tu su i podaci o Đukovićim hirtama koje je Dragane je navela da se radi o Bališkoj porodici. U knjizi je toliko toga interesantnog, ja jednostavno ne mogu celu knjigu da vam pročitam što na mađarskom, što na nemačkom, što na srpskom jeziku. Ja bih te znamo što ipak zamolila o Đurkovićima da pročita šta je dela, pa si pripremio to. Dobro, može. Nadam se da ćete imati priliku, ko zna mađarski jezik, da odmah potraži ovu knjigu da je pročita, koga naravno interesuje vršačka istorija i odnos u Vršcu, a potom nadam se da će srpska publika sljedeće godine ili u godini poslednje imati priliku da se čita na srpskom jeziku. Dao sam svoje prevode nekim svojim prijateljima koji govore srpski jezik i čitaju na srpskom jeziku, njima se ovo sve dopalo, tako da se nadam da će se to i ostalima dopasti. Što se porodice Sehira, dakle, koja je bila Hercegu, kako bih rekao, dakle, oni su bili njemu, pomozi mi dalje, dakle, on je svoje likove kreirao pod njima, oni su mu bili neki uzorati. Citiram Ferenca Hercega, svojim čitalacima želim da predstavim porodicu koja mi je dala ideju za pisanje romana Đurkovićeve ćerke. Bili su veleposednici i živjeli su u Pavlišu koji se nalazi par kilometara od mog rodnog grada. Lepa majka i tri izuzetno privlačne i rupovite ćerke. Kada su devojke porasle, omladinci iz ovih krajeva su često počeli da posećaju Pavliš. Šandor Feher je bio glava porodice. Toliko je bio ekscentričan i toliko se razlikovao ljudi među kojima je živeo, da ni u jednom trenutku nisam poželeo da ga oblečim u jednog od mojih književnih likova. To bi u njegovom slučaju bilo neizvodljivo. Međutim, ćerke su mu bile oličenje ljubosti i nenametljive ženstvenosti. Napominjem da li gospođe Đurković nisam kreirao prema gospođi Feher, nego prema jednoj vršačkoj srpkinji, gospođi Savljević. U njoj će još biti reči. Šandor Feher je bio svestan čovjek, mozak mu je večito radio na pronalaženju novih načina da obogati svoj posao. Ideje su mu bile sjajne, ali i u realizaciji uvijek dolazilo do nekog problema, a problem je donekle bio i u njemu samom. Ubrzo bi mu dosadilo sve čega bi se prihvatio, ubrzo ti to batalio i prihvatio se nečega novog. Jedan ambar mu je bio napunjen ogromnim mašinama puni zubaca koje je polako nagrizala ređena. Poznat je bio po tome što je na ovim prostorima domaćio turkestansku žutu dinju, to je inače najrasprostranjenija dinja na ovim prostorima. 50. godine su u Parizu održavao veliki sajam na kojem je svoj paviljon imao i turkestan.
Paviljon je bio pun ćilima životinskih koža i raznorazne semenke egzotičnih biljnih vrsta. Šandar je upitao organizatore da li može da kupi seme dinje, ali su oni rekli da nije na to. Sačekao je da čuvar ode na ručak, pa je podigao stakleno zvono ispod kojeg je bilo seme, te je u džep strpao punu šaku. Iz tog semena su nekad prve turkestanske dinje u Mađarskoj, i ako cilj je opravdao sredstvo, uspjeh je u potpunosti opravdao delo Šandara Tehira. Neko vreme radi na tome da šina od smetova zaštiti grmovima ruže. Posadio je grmlje na jednom potezu između Vršca i Temišvara, koji se prostira na nekoliko kilometara, a rastinje je u proleće predstavljalo veličanstven prizor. Bilo je toliko gusto da kroz njega ni zec nije mogao da se provuče. Međutim, ubrzo je batalio sadnju ruža, nije poznato zbog čega, pošto su rezultate svakako obećavali. Potom je dvojom trezora dobio na korišćenje šance koje su okruživali Temišvar. Ukupno 15 hektara, jer je među drevnim zidinama gajao voće i povrće za temišvarsku pijacu. I ovu je ideju batalio na samom početku. Jednog dana je priznao ženi da je potpuno propao i da ne zna čime da održava porodicu. Ja ću da državam reklamna supruga, postoji jedan uslov. Idi od kuće. Gde da ide? Što dalje? Dokle? Na par godina. Devojke su se upravo voćale u bašti kad im je prišao otac, odeven u zimsku bundu usred leta sa pletenom torbom u jednoj i plavim suncobranom u drugoj ruci. Devojke, odlazi na put. Gde hoću? Prvo u London, a odatle negde možda još dalje. Onda oče reži kravatu. Jedno od njih je otošao po kravatu, a on ih je redom ljubio pa je otputovao u London. Par godina se u njemu nije ništa čuo. Gospođa Tek je uspela da domaćinstvo dovede u red. Sećam se da je mlekom i margarinom ona opskrbljivala vršac i Temišvar. Nije štedila ni svoje kćeri, od njih tri jedna je uvijek bila zadužena za kuhinju, a druga za štalu. Glavni životni motiv bio im je štedljivost. Bile su vredne i maštovite, same su šile svoje odjeće i pravile namještaj. I sećam se da su ramove slika plele od vinove loze, a jastuke su šile od šarenih krpa. Svoju su sirotinju naglašavale nekom samo ironijom, čak i kada već nisu bile toliko siromašne. Interesantno je da je porodica umela da ostaje vrlo plemenit utisak. Iako je bila krajnje štedljiva, gosti su uvek bili posluženi jogurtom i turkestanskim vinjama. Otac se jednog dana vratio. Sa sobom je donao težak kofer koji je bio pun bizonskih rogova. Nikad se nije saznalo odakle mu i šta je sa njima planirao. Kada sam posle više godina napisao roman Đurkovićevi ćerki, radio sam smestio u Bačku u kojoj nikada nisam bio, da ne bih uvredio svoje pavliške prijatelje. Svoj roman sam za potrebe tadašnjeg miljeja zalio odgovarajućim količinom alkohola. Kod nas se nikada nije bilo tiko kao kod njih. Ispostavilo se da je ovo predlog bila nepotrebna, duhovite devojke nisu imali ništa protiv da ih povedemo prve veličenosti. Priča se dalje nastavlja sa porodicom Feher, sa poznanstvom koje je sklopio sa Arkom Lazarević, za koju je tvrdio da nikad lepšu ženu u svom životu ni pre ni posle nije sreo. Ali ne bih vas dalje davio sa svojim prevodima. Ja se nadam da će tako sledeće godine da ih imate svi u svojim rukama i da će eto i srpskoj publici koja eto, možda sa pravom tvrdi da je bila možda isključena iz ovih prethodnih susreta. Nadam se da će eto i oni da uživaju uz Hercegova dela, prvo uz memoare, a kasnije škode ne ima zova njegova ostala dela. Toliko. Bilo bi možda još toga, ali sada... Oh.
Zahvaljujemo se našim solo pevačima, ovo je bilo odlično, zaista hvala. Zahvaljujemo se i Kamašu Fodoru koji je održao predavanje pre naših solista i zamolila bih našeg gosta iz Temišvara, gospodina Seke Edniš Januša, da održi jedno predavanje o Herceg-Ferencovom životu u Temišvaru. Donjom se i penkio su njima sulu i natiše kmer mijegece. Tomáš, Fudor Tomáš napišla jó szépen, köszönjük ezt az előadást, és felkérnék a temesvári vendégünket, Szekernyés János írót és történészt, hogy mondjon egy előadást a Ferenc életéről, amit Temesvári. Urgém és uraim, nem is meghatottsággal állom itt önök előtt. Herceg Ferencről beszélni versetszer. Ebben a teremben, ahol ugye az édesapja polgármester volt, és többször is szólt a városi tanácshoz, a városi tanács tagjaihoz és a polgárokhoz, hát nem mindennapi feladat. Én köszönöm a Petőfi Kultúrkörnek, hogy meghívott, hogy lehetőséget teremtett, hogy itt lehetek önök között. Önök, hát minden bizonnyal rengeteget tudnak Herceg Ferencről. Gondolom, hogy nincs olyan verseci lokálpatrióta, aki nem olvasta volna, nem olvasta volna a Várhegyet, vagy a Gótikus házat, vagy a Hűvös Völgyet, Herceg Ferencnek a emlékirat köteleit említem. És a Várhegyben többek között külön fejezetet szentelt a diák életnek, amikor 2005 Temesváron töltött, és én nem fogok most egy külön előadást tartani, talán sor kezd majd egyszer arra is, hogy értekezni Herceg Ferenc Temesvári kapcsolataival, nem csak a diák éveivel szövődő kapcsolatokkal, hanem később is ő nagyon szoros kapcsolatban állt a várossal, hogy játszott rá, hogy jelentősebb rendezvényeken rendszerint díszvendégként megjelent. És még attól, hogy ez már szóba került, szerencsétlen kimenetet halálos végű párbajának is van Temesvári kapcsolata, ugyanis Sipos László az áldozat, katonatiszt áldozatnak a rokonságának a levelezése, Temesvára kerülése, közelmúlt a meghalt Berenyi tanár, Gyöngyvér tanárnőnek a hagyatékába megöldöttek a akkori levelek, iratok, újságcikkek, és hát Gazda Árpád, Temesvári újságíró pár évvel ezelőtt épp a létünk vasárjain megírta az élet másik oldalát. Tehát azt nem azt nem a megtettével beállítást, hanem a Sipos Lászlóféle beállítás. De a lényeg az, hogy egy kisebb évfordulót ünnepelhetünk mai napon, ugyanis kereken 125 esztendeje, hogy Herceg Ferenc első visszhangú sikerét aratta, ugyanis 1890-ben jelent meg a Fermi és Lenz című regénye, amit részben a börtönben írt, aztán a pesti Spájcillában fejezett be, és hát itt ugye idéztek sokat a regényirataiból, de nagyon szépen jelent egyébként versező a felmérésem kapcsán is. Időn a regényemet írtam, bőven voltam az anyagnak, inkább rostálom, a képek az alapok ellen védekelnem kellett, mert ezúttal jutottam először szóhoz, és minden, ami diákkora volta, az életről láttam, hallottam és megállottam, most volni kezdett, és egyet kérdett. Első regényemet az édesanyámnak dedikáltam. Ezzel az ajánlással meg akartam köszönni azt az előkelő hallgatást, amelyet sok megszólni való dolgókja lehet nevet elhalad. A Fenn és Fennben benne van az én külön kis világom, aminek a verset a Várhegy tetejéről láttam, vagy inkább látni szerettem volna, az én ifjúságom, amelyet azonban ünneplő ruhába öltöztette. A hősök, az én személyes barátaim és ellenségeim, délvidéki kis kúriák, polgárházak és tiszti szállások lakói, amelyek azonban mind
áttekinthető, ráfektetve idő. Az ősnő azonban asszony és leányok, akiknek mosolyan egyszer édes és ártatlanul beszélbe hozta a fiatal lényemet. A fenn és nem az tényleg elindította Herceg Ferencet a sikerek útján, nagy visszhangja támadt a regénynek, hogy a Zinger és Wolfer könyvkiadó cég pályázatát nyerte el az 1000 koronás pályadíjat, a zsűrnek a termékeket legkisebb ember volt, mint Szent Kálmán. A verse címje gyerekkoráról indulására mondom, Lenni kiadaiban rengeteget írt, és mondom, különfejezetet szentelt a Temesvári diák éveinek. Én arra törekedtem, azt próbálom itt elérni önök előtt, hogy azt a Temesváról mutassam meg képsor, amivel Temesről, amivel Herceg Ferenc mind az Ista éveit, pontosabban akkor képezte őt 1874-től 1876-ig töltött. A visszaemlékezéseiben részletesen ír arról a Stiklinről, idézőjelben mondom ezt a divatos szót, hogy ugye befejezte az első polgári, a megjelenít és az első polgári osztály gimnáziumban ember latinból vizsgálni kellett. És az itteni tanár úgy, ahogy feltérítette latinból, de latinul nem nagyon tudott, de mondja, hogy Verényi tanár úr, valahogy elfogadtam, aki egyébként tudjuk, hogy Verényi Lajos Rakizmárt is pianista szerzetes tanár volt, és hát mindössze 20-valahány éves, látszik, hogy megértő volt a Herceg gyerekekkel szemben, és Herceg Ferenc Józsefvel bátyjával együtt jelenkedett a pianista gimnáziumban. Az iskola igazgatója pedig egy nagyon kiváló kis, az iskola igazgatós, a rendház főnöke, pedig Horváth Pius volt, Horváth Sándor Pius, aki 1849-ben a Veszprémi Honvédezben meg volt a távoli lelkésze, és hát a politikai mondott lelkesítő prédikációjából, hogy 50 vagy 60-nak a szövege meg is maradt, és tankönyveket írt, de ugyanakkor egy nagyon joviális, a diákokhoz emberségesen viszonyuló paptanár volt, és hát ő Herceg Ferenc megemlíti még a Steinitz Alajos tanárokat is, aki az ő penitenskedő, ügyeskedő próbálkozásain átlátott, és azokat leszerelte, ugyanis a Herceg Ferenc nem tudott magyarul, ő már akkor is, mikor már tudogatott, ő tovább is játszott azt, hogy nem tud magyarul, és akkor ugye a felelés elől, mindig igyekedett kibújni. Hát valószínűleg ez is hozzájárult aztán ahhoz, hogy a édesapja végül is 76-ban úgy döntött, hogy Temesváról elviszi Szegedre, ugyanis ugyancsak az emlékirataiban írja Herceg Ferenc, hogy Temesváról akkor csak három helyet beszéltek magyarul. Pianista gimnáziumban, Vármegyeházán és a Cukrászdában. Egyébként mindenki németül beszél, és akkor őt az apja azzal küldte el Temesvári, megtanuljon magyarul, hát Szegedre erre nagyobb lehetőség volt, és ott tényleg Csapár Benedek és a többi pianista tanár jó voltából annyira jól megtanult magyarul, hogy tudjuk a magyar nyelv művészeit körül tartják számon. Jók a... Ne felejtsük el, hogy a Fenn és Fent, ugye 125 évvel ezelőtt jelent meg, rengeteg írás követte, akkor betöltötte 80. életévét 1943-ban, 40 kötetben jelentették meg az életművét, és még nem úgy tűnik, mert utána hosszú múlik, még hosszú múlik is jelentettek meg, ugye a rendszerváltozás után olyan műveik, amit korábban nem publikálták, tehát óriási életmű maradt után. Természetesen, hogy Temesvár a hangulatában, mint hogy túlságosan papos és katonás volt a város, egy garnizonváros volt,
rengeteg katonával, püspöki székhely volt, rengeteg pappal, papi szemináriummal, ezt ő valahogy nem rokon szenvedett vele, de sok nagyon kedvelte ellenben a várossáncok közötti bolyongást, a vadászerdőbe tett diák kirándulásokat és szervezkedéseket. Először az első évben egy kiváló családnál, a Steinbach Antal családjánál lakott, aki itt versetlen végezte a tanítóképzőt, utána Kikindára került, és Kikindára került Temesvárra, ahol kinevezték Temesvár megye segédtanfelmérővé, majd pedig épp, mikor Herceg Ferenc elkerült Temesvárra, tehát 1876-ban átkerült a Megbecskerekre, és Domotár vármegyének lett a fő tanfelmérője. Tehát ebben a családban ugye egy nagyon értelmiségi, olvasott, tőzeg, olvasott emberekből álló közegbe került, ami segítette a ő felkészülését. Utána pedig a Sterbitz családhoz került a Józsefvárosba. Tudni kell azt, hogy Temesvár sor került rá, hogy több városból szervesült egyé. Akkor a 1870-es évek elején még a várterület, akkor nevett a belváros és a külvárosok között csillagirányban vették körül a várat, olyan 3-4 kilométeres távolságok voltak, és hát az egyszerűen nagyon csak remélik, hogy még a Józsefvárosban most természet kaptak, lóvasúttal járt az iskolában, amikor a város központjában volt épp a város át a szövetségságában. De kezdjük el a képeket említeni, közben én mondani fogok egyet már. Hát itt a diákkori képen mutatják Herceg Ferencről, de a fiatal Herceg Ferencről készült arckép az aláírásával. Ennyi van csak a pályát, ez még jól van a fényképe. Igen, ott a képpörösség a belső készhangó siker idején. Hát itt a Temesvár és Temesvár megyének egy ilyen propagandisztikus képes lapja, rajta van a vármegye, illetve a város címere, és a háttérbetett a püspöki szétesegyház. Ez egy példa, a térkép látszik, hogy a városnak a széttagoltsága, a megosztottsága, ugyancsak a korabeli város térkép. Itt nagyon világosan látszik ez a lassú rész, a József város, ahol Ferenc a második tanévben lakott, középen pedig az a kereket, a várunk a területe, az a belváros. Ez a városháza, egy másik szervétel róla, és itt van a pianisták egykori temploma, és benne az utcának csak egy rész látszik, ott volt a rendszer és a gimnázium, tehát Herceg Ferenc idejár iskolában. Ez ugyancsak egy rajz a temesvári rendházról, hát ugye ez egy pianista kiadvány kellett, tehát soha itt írtak, hogy temesvári ház, de ez temesvári rendház. Ez már egy fénykép a templomról, és a templomról Herceg Ferenc az emlék fiataiban külön foglalkozik azon a magas neogótikus oszlopval, amit nevezett Szégyen oszlop, a pesti Erzsi szoborhoz hasonló szerepel volt, ugyanis 1848-1849-ben Temesvár a császár hűségén maradt, és ezért a magyar honvédeknek megjelent a oszlopon, 107 napig tartott az oszlop, nem tudták sajnos bevenni, és a várvédők tiszteletére, tehát az osztrák várvédők tiszteletére 1852-ben állították ezt az oszlopot. A talapzatán szörnyalkok voltak, akik a magyar forradalmárokkal azonosítottak. Ezt az 1880-as években Török János polgármester segítségeivel eltüntették. Aztán a fülkében levő nőalakot, ami Ausztriát jelképezi, az 1918-ban döntötték le, de aztán 1936-ban kivitték a úgynevezett hősök temetőjébe, a katona temetőbe. Hát most a jelenlegi polgármester nagyon törekszik, hogy vissza kerüljön valahova a köztérre, és egy kisebb konfliktuson keletkeztek a magyarság és, hogy mondjam, a hivatalosság között.
ebből ugyancsak a templom és a oszlop érvő. Ez a rendháznak a épülete a mai állapotában. Itt a sarokban egész itt lent látszik egy emléktábla, egy a román irodalom egyik prózai irodalom klasszikusának, Ioan Slavicsnak állít emléket, aki ugyancsak ebből iskolában végzett. Érdekes módon Herceg Ferenccel együtt ült Vácon a Vegyházban. Ő politikai okok miatt, vagy újságcikk miatt ítélték el, de nagyon kiadott beszélgetéseket folytattak, és az emlékiratok a Várhegyben Herceg Ferenc erről is ír. Hát most neki minden emléktáblája van, talán sor kerül majd arra, hogy Herceg Ferencnek is állítson majd emléktáblát. Herceg Ferenc ugyancsak az emlékirataira írja, hogy annyira divatos volt a 48-49-es emlékeknek az őrzés, hogy egyesek úgymond ágyúgolókat tapasztottak a házfalára. Hát a gimnázium, a egykori törzsi gimnázium épületén is, ott a két ablak között egy ilyen egykori 1849-es ágyúgoló is ma is létezik ott. Ugyancsak a térnek egy másik nézete, ez a kimondottan a szobor, az van úgymond a remény. Tér az így nézett ki valamikor, hát most egészen más arculata van. A templomot 1911-ben a városrendelés jogok miatt, és hát eléggé megviselt a ostrom, lebontották, és a pionisták egy új iskolaközpontot és egy új templomot építettek 1909-ben. Ugyancsak erről a térről van, tehát ahol Herceg Ferenc naponta megfordult egyébként a téren. Menjünk tovább. Temesvár akkor még egy szép tagolt város volt. A várnak az említmény jellegét a katonaság nem adta fel, és egészen a 19. század végéig, a 20. század elejéig álltak a várfalak, álltak a különböző védelmi berendezések, felépült a színház, ami érdekes módon épp abban az időszakban, amikor Herceg Ferenc temesvári diák volt, avattak fel 1875. szeptemberében Szigligeti Erdemér uralom című darabjával, az emlékirataiban nem említi ezt a tényt. Valószínűleg, hogy a pionista kis diákok nem látogathatták a színház előadásait, és ezért valahogy ez kiesett a emlékezetből, de pedig a színház, tehát 74-75-ben javában épült, és úgy építették, hogy már még a várfalakat, a Pétervárati kapunak hívták ezt a kaput, pedig a várfalak és a várkapuk álltak, de a színházat úgy fordították a kifele, hogy terve volt, hogy ezeket lebontják, és akkor a színház előtt egy tényleg nyílik, aztán a vélelőszán sor is kerül. Itt a vár erődítményen látszik a színház áll, amíg itt bokrok vannak, várfalak vannak, és hát így nézett a város Herceg Ferenc diák évei idején, és ezekből az árkokba, kazemattákba töltötték a diákok idejét egy részét. Itt most természetesen a bérpalóták állnak, utcák keletkeztek. Ez a várkapu, az egyik várkapu, az Erdély kapu, ez a Bécsi kapu. És itt a három várkapuban összesítve van egy kapu, egy korabeli képes kapu. A színház épülete, amit a Felmer és Helmer híres bécsi építőcég tervezett, aki Münchentől Odesszáig nem kevesebb 49 színház épületet tervezett, ez egy közül az egyik a Temesvár. Természetesen a színház nem így néz ki most, hanem két világháború között egy nagyon félre sikerült homlokzatot ragasztottak hozzá, de hát többször felvetődött. Ugyancsak abban az időszakban avatták fel, tehát Herceg Ferenc diákoskodása, a Temesvár diákoskodása idején az állami főreáliskolát, ami párhuzamosan működött a pianista főgimnáziummal, ott ugye a latin nyelvre, inkább a humán tárgyakra tették a hangsúlyt, és
Elira Fröderens Zonát egy fontos szerepe volt. Ez jelenleg a német tannyelvi gimnáziumnak adott pont a Vilna utcának. Említettem, hogy a tanár közül Horváth Sándor Tius, aki a térről, az említett térről, amit katonai dísztér volt, piasztér is volt, a Takarékpénztár utca vezetett ki a Szent György térre, ott látszik az egykori szeminárium templom. Ez a templomnak egy része, és annak a Szent György tér, ez ugyancsak onnan készült, ez a hátul nézetből a szeminárium templom, ez a másik nézete. Itt a Verdély kaszán, ezek az épületek ma már nem léteznek. A Verdély kaszán, ami a Temesvárnak a katonai jellegét dokozta, 1960-as évek állott, akkor bontották le. Ez ugyancsak a térről való, és ott hátul, ahol a fekete kocsik állnak, ott van a szalagos, a szintet, egykori szállodának az épülete. Herceg Ferencet Temesváron, mint az emigratéban, erős honvágy gyötörte, és hát nagyon sűrűn elsétált a szarvas szállodához, ott várt el az édesanyjától, és reménykedett, hogy egyszer megjelenik, ottól elváltak, hátra még egyszer feltűnik, és találkoznak. Visszasírta valahogy versetet, és a családi környezetet, tehát elhagyatottnak érezte magát Temesváron, mehetünk tovább. De ugyancsak arról a térről van, és az az érdekes, hogy hogy itt alul a egykori lóvasútnak a kocsiai láthatók, itt ugyanis a fordulója, a végállomása a lóvasútnak. Ő egy söröző, az az érdekes, az a kis koronos épület, hátul, az Franka György tábornoknak a szülőháza. És hát nem csak Herceg Ferencnek volt az édesapja polgármester, hanem Kakka Györgynek az édesapja és Temesvár polgármester. Ugyancsak erről a harmad térről van, a Szent György térről. Itt ott hol látszik a túlsó épület, az a szarvas szállodának az épület. Itt pedig ez a fedett, üvegfedett rész, ahol a hölgyek sétálnak, itt ugyancsak a szarvas szálloda miatt gondoltam, hogy bejött most képsorban. Ez az utca pedig itt a bal oldalon ugyancsak a szarvas, ez az egykori Romovics utca, Romovics a Csanádegyháza egy kiváló püspöke volt, és hát ez az utca vezet. Itt a másik oldalon van a püspöki püspökségére, és kint a téren pedig a Székesegyháza. A korabeli rajzolók elképzelhetünk éjszaka, miként néz ki, nézhetek ki ez a nevet Romovics utca. Ez a, ugyancsak a Romovics utcának készült itt a püspöki székesegyház, korabeli képek sorakodnak itt fel, a hátul a vármegyeház, és hát a középen pedig egy pesti serdőkű látható, ez ma is megvan. Ez pedig a szerb püspöki székesegyház, bal oldalon a püspöki palotának a régi épülete, és hát a másik épület is a szerb egyházé. Igen, ez itt a domtérről való, ír erről is Herceg Ferenc az emléki hatályba bőven. Piacférként is szolgált, hát itt zajlottak a heti, sőt a napi zöldségpiacok is ezen a téren. Ez a úgynevezett kanonok sor, hát ma már nem az egyházi tulajdonban van, de valamikor a Csanádegyházban egy kanonépületet raktak ezek az épületekben. Itt ugyancsak a Székesegyháznak. Hát a lóvasútnak egy korabeli kocsia, hogy nézett ki, tehát hasonló járművel közlekedett. Ez pedig a Józsefvárosnak a beállta. Ez tartott tulajdonképpen valamikor a Józsefváros arrafele, innen pedig a belváros volt, Szabadmező volt. Ugyancsak a Józsefváros egy központi tere, az úgynevezett József tér, vagy
kritér, ami most teljesen be van érintett, egy ahol ezek a fák állnak, a Trianon után épült első román székesegyházá. Ez pedig a Józsefvárosi plébánia templom és a mellette levő épületek, tudod, hogy a dolgot átalakították, kényesítették, láttuk, hogy ez más kinézete volt. Ez pedig a Józsefvárosi piac, ugyanis említettem, hogy Temesvár több városból szervesült egyé, és hát minden városnak megvolt a maga között piaca, plébániája, terembírósága, tehát a városházának volt egy kihelyezett hivatala, és élt a maga életét, terjedésekben anekdóta Temesvárban, egy anekdóta, hogy két új ember találkozik, és mondja, mint a másiknak, hogy hallotta, a szomszéd meghalt Clemenceau, az a francia politikus. Azt mondja, nem hallottam, nem is ismerte, aztán biztos Józsefvárosi volt. Ez a nyártárban történt, de nagyon messze volt a Józsefvárosi. A Józsefvárosi fiatal, ugyancsak egy ilyen krinolinos, nagykalapos hölgyekkel, a bemutatóiban ebben megjelenik Erceszelet a Dózsa kivégzése helyén álló emlékműről, mondta, hogy mindig meghatotta. Hát itt a erről látható, hogy a fekete építmény egy Mária szoborral, hosszú ideig ezt elállt a Dózsa egykori tüzes trónusának a helyén, hát egy Erceszelet ezt láthatta hátul, már látható, de aztán különképpen tudjuk, hogy 1906-ban emeltek egy másik Mária szobort, ez a régi emlékünk, és hát ez az új, aminek a kápolna részét Temesvár egy kiváló építésre Székely László tervezte, a Mária szobrot pedig egy elég jó nevű budapesti szobrász Kis György készítette Karanagy Mármától, ugyancsak a Mária szobor. Így érett ki a beg, amikor még hajózható volt, és hát körülbelül Herceg Ferenc diákoskodás idejében ilyen márkát húztak benne. Rajta ez a horgony, ünnepet horgony paloda, tehát kötődik a hajózáshoz, és a temesvári legenda szerint, tehát a szakemberek kidejtették, hogy nincs valóság alapja, hát egy úttal mégis egy utó napjában is, hogy ezt a vasidat nem kisebb ember, mint Eiffel tervezte volna. Mert ennek mondom, nincs valóság alapja. Milyen van a kereskedés? Ágyfel, ágyfel hívni. Úgy mondja a legenda. Igen. Nem legyen. Tehát ez a meg a elavatult főtőség. Temesváron volt egy régi katolikus templom, a Pánkatolikus templom, hát azt lebontották, amikor a várat építették, és a helyére ilyen emlékoszlopot emeltek. Ez sokat vándorolt a városban, és aztán kijutott ez is a temetőbe, de Herceg Ferenc még a úgynevezett Ferenc József parta láthatta ezt a oszlopot. Ez pedig a Melvárosnak egyik utcája. Itt áll a Melvárosi plébánia templom, az a baloldali torony nélküli épület. Épp a nem sokkal Herceg Ferenc ott tartózkodás után bontották le, és építettek egy templomot, tehát ez a templom állást adom a helyen. Na, ugyancsak a honvéd irataiban külön bekezdést írt Herceg Ferenc a Újnagy kastélyról. Hát ezzel a helyen állt a ekkori Károly Robert emelte kastély, most megmagálják az épületet, és ásatásokat végeztek a udvaron is, sőt a pincét alá is beástak, és a Károly Robert-féle ekkori várkastély lakótornyának, donzsonjának az alapjait meg is találták. Hát utána a Károly Robert után Ozolai Pipó építette át a várat, ma pedig Hunyadi János, hát tudjuk, hogy Hunyadi János Temesváron töltötte a családjával ideje jó részét, és hát onnan indult Belgrádba győzni, és sajnos meghalni is, és az a eskü, amit Arany János megveresett, hogy megesült a király Ugyani János, vagy Ugyani Lászlónak, a védelmet a Várkastélynak a kápolnájában hangzott el.
Petr Ferenc korában már ez az épület áll, amit az osztrákok építettek, utána a középkori várkastélyt a magyar honvédek 1849-ben szétbombázták, ez 1856-ban épült, és egy kicsit olyan színházi díszlet jelenje van. Petr Ferenc és hosszú ideig tüzérségi szertárként használták, és a gyermek Petr Ferencet megragadta a udvarán felsorakoztatott ágyúcsőjét, úgyhogy a fantáziáját az elő megmozgatta, és sűrű járt a Hunyadi kastély irányába. Egy Herceg Ferenc ről egy pár hét, hogy magunk elé nézünk, itt az íróasztalán álltunk, hogy bőven, körülbelül az éve a könyvekkel, ez pedig a könyvvásáron készült felvétel, itt a Stella Ágorjának a színházére, riporterének hivatkozik, amikor 37. írók társaságában Harsányi Zsolt, ugyan csak sikeres író társaságában láthatjuk. Itt pedig tudjuk azt, hogy háromszor terjesztették fel Nobel-díjra. Itt Hóman Bári miniszter az egyiken előterjesztés prezentálásakor látható, és hát ott valóban ült Herceg Ferenc. Itt pedig a kormányzó családjával, Horthy Miklóssal van együtt, ugyanis mikor Horthy betöltötte 70. életévét, a közöntő beszédet az Herceg Ferenc tartotta. Nagyon szerette a természetet, a hűvösvölgybe volt villája, hát itt a villának a udvarán, itt pedig a Badacsonyban ugyancsak volt háza, és hát ott a borkoára a kezében láthatjuk. Itt pedig már a hűvös, kicsit megtört Herceg Ferenc. Nem csak a fényképészek örökítették meg, hanem a festők is, hát ez egy portai, egy festőportai, ez pedig egy szobor, ugye, hogy az emlékét így is tovább éltessük. De természetesen az emlékének a tovább éltetése elsősorban itt a Petőfi Kulturális Egyesületre, a Elcsesziekre vár. Én gondolom, hogy kicsit méltatlanul bánt Herceg Ferenccel az utókor, ugye tudjuk a politikai okai magyarázata van annak, hogy 1945 után szinte ki se lehetett ejteni a nevét, ha pedig megírták, szóval kiejtették, beszéltek róla, vagy írtak róla, tehát arra megbélyegezték, hogy ugye a Horthy rendszer kiszolgálója lett volna. Természetesen, hogy ő elkötelezett híve volt a polgári, egy kicsit földesúri világnak és politikáinak. Tudjuk azt, hogy újságíróként a Pesti Napon, vagy pedig a Budapesti Hírlap újságíróként, és 50 éven át az Új Idők szerkesztőjeként Tisza István feltétel híve volt. Két portré című könyvében megírta Tisza István és Károly Mihály jellemzését és szembeállítását. A két világháború között a 1927-től a Revíziós Ligának volt az elnöke, tehát ő nem tudta elfogadni igazából azt, ami Trianonban történt, és normális, hogy kiállt bizonyos célkitűzések és elvek mellett, de ugyanakkor a származása dacára a hitleri német politikát eleve elutasította, nem fogadta, nem azonosult vele, próbált az Új Idők szerkesztőjeként nem csak a úgymond jobboldali írókat publikálta, hanem Ady Endrét is, Katka Margitot is, és a háború idején nyilatkozatot írt alá, hogy Rakóczi Miklóst valahogy megmentsék a munkaszolgálatot. Tehát a pozitívumairól ugye elfeledkeztek a úgymond kommunizmus éveiben, és hát tudjuk azt, hogy már elhagyatottan, szegényen halt meg
91 éves korában 54-ben, és négy éve csak a 56-os események után 57-től kezdve kezdték kiadogatni a sikertönyveit, a lényeges változás pedig a rendszer váltás hozott az ő utóéletében. Ma már ugye a művei sorba jelennek meg, és a darabjait játsszák a Magyarország és a határon túli színpadokon is. Hát örömmel mondhatjuk, hogy száz szerint ő művésznő, a Kifrókát játszotta, nem is tudom, 91-2-re, valamikor a rendszerváltozás a Temesvári Színház színpadán. Tehát valamennyinek tennivaló van Herceg Ferenc újraértékesítése terén, de épp azzal, hogy Versetszen évről évre megszerveződnek ezek a találkozók. Ez alkalmat és keretet ad, hogy beszéljünk róla, hogy életének és életművének különböző aspektusait a emlékezetbe hozzuk és helyére tegyük. Köszönöm, meghallgatok! Nagyon szépen köszönjük Szeged és János úrnak ezt a nagyon szép és bő előadást a Herceg Ferencről és az ő életéről Temesváron. Község is feladta a saját erejét és az anyagi támogatást. A művész a szobrot meg is csinálta, a szobor a művésznek a ateliéjában van, és csak még azt várjuk, hogy a verseci hatóságok engedélyt adjanak arra, hogy a szobor végül is kint legyen a verseci főtéren. Úgyhogy erre azért is szerettük volna, hogy ez a tanácskozás, ez a konferencia két nyelvű legyen, hogy a verseci közösség is, a verseci szervek és más nemzetiségek is halljanak Herceg Ferencről, és hogy pozitívan vélekedjünk róla. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ezt tényleg gondolom, hogy elér a verseci városi a vezetőségnek is a fülébe, és ezt akkor erősíteni fogják, mert ő valójában megérdemli, és valóban megérdemli a szobrot a verseci írók és művészek körében. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Mindenki várok, de még ezt elmondom szemben is. Szövdes nos ezek várjém, svim našim gostima koji su došli na ovo predavanje o Herceg Ferencu. Zahvaljujem se Gradskoj biblioteci Vršca, zahvaljujem se Dragani Rakić i Podor Tamašu. Zahvaljujem se našem gostu iz Temišvara, piscu Sekeljiš Janošu i sve vas srdačno očekujem kod nas u Kulturno-umjetničkom društvu na ručku. Posle toga u 7 sati će biti jedna predstava Zrenjaninskog pozorišta Mladač koja se zove Sandra Julija. I sve očekujemo i na toj predstavi, ulaz je naravno besplatan. I još bih samo želela da dodam da naše goste iz Mađarske, iz našeg pobratinskog mesta iz Helvecije i iz pobratinskog mesta iz Zetinja i Slovačke i iz Badačonja iz Mađarske nisu uspjeli da dođu zato što su takve rešavanje na granici. I želela bih još da dodam da je Herceg Ferenc zaslužio da mu se podigne spomenik u Vršcu i da se nađe među velikanima Vršca i on takođe. I zato je i početa ova konferencija, tako da zovem, dvojezično, da i Vršćani, da ostali građani Vršca koji ne razumeju mađarski, čuju o njemu i da i oni isto podrže ovaj naš, da tako kažem, početak svrstavanja Herceg Ferenca među velikane Vršca je zaista zaslužio. Zahvaljujem se još jednom da ste bili tu i zato što vas očekujemo u Kulturno-umjetničkom društvu Petar Šandor.